Az EU bírósága szerint a FIFA és az UEFA uniós jogot sértett, amikor megkísérelték megakadályozni az Európai Szuperliga létrehozását. A futball szempontjából mérföldkőnek minősítik a döntést. Az ítélet a sportág vezető testületei és a vezető európai klubok közötti évekig tartó heves vitát követően született. A nagy klubok ugyanis a bajnokok ligájával rivalizáló bajnokságot akarnak létrehozni. Az UEFA azt állítja, hogy tudomásul vette az ítéletet, de a Szuperligát képviselő A22 cég szerint a döntés mindent megváltoztat. A bíróság ténylegesen megnyitotta a kaput a labdarúgás innovációja előtt, és a klubok most nyíltan megvitathatják és mérlegelhetik a sportág legsürgetőbb problémáinak megoldására irányuló javaslatokat. Az Európai Bizottság az Európai Unió legmagasabb szintű bírósága, ezért ezt az ítéletet nem lehet megfellebbezni. A döntés megnyitja az utat egy új, izgalmasabb verseny és új európai szint létrehozása előtt, amelyben a klubok maguk határozhatják meg a jövőjüket. A csütörtöki ítélet megállapította, hogy az Európai Labdarúgás Felügyelő UEFA és a FIFA nemzetközi szervezetek jogellenesen fenyegetőztek a 2021-ben a szakadár Szuperligához csatlakozott játékosok és klubok szankcionálásával. A bíróság azonban nem javasolta a Szuperliga mostani jóváhagyását. Ehelyett a bírák kifogásolták az UEFA és a FIFA alapvető jogosítványait, mondván meg kell szabadulniuk az önkényes szabályoktól és nyitottaknak kell lenniük a versenyre. FIFA will have to inevitably rethink some of a FIFA-nak elkerülhetetlen újra kell gondolnia bizonyos gyakorlatait, és alaposan át kell gondolnia és meg kell fontolnia, hogy mik a szabályai. Ugyanez vonatkozik bizonyos értelemben más sportszervezetekre is. Európában megszoktuk ehhez a piramishoz, vagy a monopolisztikus, vagy kvázi monopolisztikus struktúrához hasonló eseteket, ahol egyetlen szervezet vagy szervezetek csoportjai vannak a piramison belül, és ezek mindenki más számára meghatározzák a szabályokat. Így aztán most ennek az újragondolása következik, és jöhet némi finom hangolás. A Szuperliga új javaslatai azt jelentik, hogy az eredeti terveik, amelyek Európa 15 legjobb klubjának nagyrészt zárt versengésére vonatkoztak, lekerültek a napirendről. A Bajnokok Ligájához hasonlóan immár a hazai ligákon keresztül történő kvalifikáció is része a Szuperliga terveinek. Míg az UEFA BL bővítését is tervezi, addig a FIFA a klubvilágbajnokságot újítja meg.